Tiszteltel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Két vendéggel nyitjuk és sok-sok témával a mai estét is itt az Egyenes Beszédben. Horn Gábort köszöntöm először, a Republikan Alapítvány kuratórium elnökét. Jó estét, és Kiszeli Zoltán, a politikai elemzési igazgatót, a Század Végnél. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És hát a témák, ugye, kezdjük talán azzal, hogy az Európai Unió megjelentette tegnap az újabb jogállamisági jelentés előtt, tegnap itt már amúgy cseptében ejtettünk pár szót, mert hogy az adás előtt fél órával jött ki az információ, de most részletesebben is tudjuk már, látjuk már, hogy újabb pénzmegvonás jöhet a szuverenitásvédelmi törvény és a szuverenitásvédelmi hivatal miatt. És még számos olyan megállapítása van ennek a jelentésnek, ami arról tanúskodik, hogy úgy látja az Európai Bizottság, hogy egy tapottat nem ment előre a jogállamiság ügye Magyarországon a legtöbb témakörben. Néhány ügyben megjegyzi, hogy valami történik. Mik a kommentárjaik az uraknak? Hát ugye sokszor látjuk, hogy Brüsszelnek nem sok eszköze van arra, hogy politikailag nyomás alá helyezze a magyar kormányt. Az egyik, hogy visszatartja a pénzeket, és hát néha elmondják Brüsszelben, hogy ha a magyar miniszterelnök nem utazna Moszkvába, vagy a magyar külügyi miniszter nem utazna Moszkvába, vagy nem az oroszok építenék az atomerőművet, akkor lehet, hogy ezt olyan rugalmasan kezelnék, ezt a jogállamiságot. De az atomerőmű az engedéllyel rendelkezik. Hát látjuk, ott is vannak azért olyan törekvések, hogy a fűtőelemeket ne az oroszoktól vegyük, a legtöbb ország már váltott, ugye Magyarországon is fontolgatják, hogy esetleg nem orosz, hanem más nyugati fűtőelemeket vásárolnak, tehát és mindig felvetik a litvánok és mások a Baltikumból, hogy azért az nukleáris energiát is szankciók alá kéne helyezni, holott ezt a 22 tavaszi Versailles Európai Tanácson az energia szankciót kifejezetten még akkor ellenezték, aztán ugye sok minden változott. Tehát én ebben egy politikai zsarolási eszközt látok, látjuk a bojkott felhívásokat, hogy próbálják a magyar elnökséget ellehetetleníteni, bojkotálni, és a másik eszközük a pénz visszatartása, más nem nagyon van, hát most megint csavarnak egyet, hogy Orbán Viktor békemisszió. Így azt nem érdemes vizsgálni, hogy valójában amiket leírnak, abban van-e igazságuk? Most akkor ezt kérdezem, Horn Gábortól. Mert hogy amit Kiszeli Zoltán mondott, annak alapján ez az egész voltak éppen politikai kacsafacsaró és semmi más. Hát az Európai Unióban politikát csinálnak, szeretném fölhívni a figyelmet, de hát azon azért nagyon nem kell meglepődni, hogyha politikai eszközökkel élnek azok a politikusok, akiket megválasztanak arra, hogy politikai eszközökkel élnek, és ha valaki folyamatosan és tudatosan rombolja az Európai Uniós értékrendet, az Európai Unió egységét, az európai elárulja, ha tetszik, mert szerintem ez egy árulás volt, ez Moszkvai út, ez egyszerűen az Európai Unió, Kijev, Ukrajna elárulása az én értelmezésemben, és erre politikai reflexiók vannak, ez szerintem a lehető legtermészetesebb. Mint hogy Orbán Viktor is politikát csinál, szerintem alapvetően elhibázott, és a magyar társadalomnak súlyos károkat okozott, de politikát csinál. Az egy másik kérdés, hogy itt konkrét ügyekről van szó, például a szuverenitási védelmi hivatalról és a hozzá kapcsolódó törvényről, amely egy vérlázító visszaélés, egy újabb fenyegetés, ami arról szól, hogy azok, akik nem úgy gondolkodnak a világról, mint Orbán, tehát például azt gondolják, hogy segítenie kell Ukrajnának, nem tudom, miért lesz valaki háborúpárti, de mindegy, tehát én miért vagyok háborúpárti, azért nem más gondolok Orbánhoz képest arról, hogy mit kell csinálni Ukrajna ügyében, hogy kell az orosz agresszorral szemben fellépni. Tehát aki nem úgy gondolkodik, mint Orbán és társai, nem akartam bandáját mondani, de mondhattam volna, azok érezzék magukat fenyegetve. Tehát itt egy újabb ilyen fenyegetési eljárásról van szó, ami abszolút nem fér bele szerintem semmilyen formában az Európai Uniós kartába, abba az Európai Uniós értékvilágban beléptünk, amiben közösen elhatároztuk egy népszavazással, hogy belépünk, és ahol egyébként a magyarok többsége, több mint 69%-a ma is azt gondolja, hogy az unió tagja. Kiszeli Zoltán rázza a fejét, sőt, csóválja. Igen, nem, tehát ha megnézzük, például akkor felvetetted a szuverenitás védelmi hivatalt. Ugye, pont ha megnézzük, ugye készült egy jelentés, ugye a háborúpártiság. Nem arról van szó, hogy ne támogassuk Ukrajnát, Magyarország humanitárius módon támogatja Ukrajnát. Mások meg más módon is, az jó. Baj. Nem baj, ez az ő döntés. Ez az ő döntés. És miért lesz valaki háborúpárti? Zoli, miért lesz ettől valaki háborúpárti, mert azt gondolja, hogy segíteni kell az ukránoknak másképpen. Gábor, ne csúszhatod össze, mint az Euróbarométer.
ember, ahhoz ugyanúgy összecsúsztatják a humanitárius segítséget, a fegyverküldést. Ez a hasonlat nekem jó. Jó, hát lehet, hogy neked jól esik, de... Nincs bajom az Euróbarométerre, csak arra a választ, hogy miért vagyok én háború párti, mert azt gondolom, hogy az ukránoknak akár fegyverrel is támogatása, pénzzel segíteni. Mi leszek én ettől háború párti? Gábor, ott kezdődik a különbség. Most mondom. Én háború párti vagyok. Figyelj, jó, hát ez egy olcsó... Jó, hát ez egy olcsó fogás, ugye most levezetted a saját buborékodon belül, levezetted A-tól Y-ig. Na, röviden, tehát az én véleményemet mondhatom. Azt tartom háborúpártinak, aki a háború meghosszabbítása mellett érvel, vagy amellett dolgozik, és nem a béke mellett. És azt látjuk, hogy például a szuverenitásvédelmi hivatalnak az egyik jelentése, ami a médiában a háborúpártiságot kezdte vizsgálni, ott egyébként az uniónak azt a metodikáját vették át, amit az orosz propaganda ellen dolgoztak ki, csak itt az a különbség Magyarországon, az orosz propagandát is elítélik, azokat a média termékeket is megnevezték, amelyek orosz propagandát folytatnak, ez kevés számú, és azon a metodikával, ahogy én olvastam a jelentésben, megnézték, hogy aki a háború meghosszabbítása mellett érvel, hogy az tekinthető háborúpártiságnak, és nem a békért dolgoznak, hanem a háború, 5 évre veszik nevükre a háborút Brüsszelben. Az Unió 5 évre szavazott meg pénzt, Orbán Viktor nem szavazta meg egyedül. Orbán Viktor megkérték, hogy menjen ki. Hát azért, mert nem akarta megvétózni. Ez konstruktív tartózkodás. Azért, mert nem akarta meghosszabbítani a háborút. Egyedül, akkor miért nem akadályoztam, akkor miért nem kötött már békét? Hát olvastad a Financial Times mitét előtte, hogy tesznek minket tönkre? Olvastad a Financial Times? Ez a politika csinálás Brüsszelben? Elrohan Moszkvába. Mit volt a Financial Times? Bocsánat. Hát amit mielőtt volt ez a szavazás, ugye előtte. Jó, hogy ez még az az ügy. Az ügy. Tehát az ukrán szavazás előtt, ugye azt üzenték, hogy tönkre teszik Magyarországot, minden pénzt elvonnak, nem csak ezt a mostani felfüggesztést. Egy szépen zsarolást látunk. Akkor ezek után a békepárti Orbán elmegy kávézni. Ez a béke, nem említetted ezt, hogy elmegy Moszkvába, amit árulásnak tekintesz. Kár néha mernél ezt, csak senki sem tekintette árulásnak. A háború után az osztrák kancellár elment Kijevbe ugyanúgy, és utána ment el Moszkvába. Tehát ugyanezt csinálta. Tagjai vagyunk egy szövetségnek. Ebben a szövetségben 26 ország, még a szlovákok is egyébként, azt gondolják, hogy a Ukrajnának pénzzel, fegyverekkel segíteni kell. Az, hogy Magyarország erről más gondol, nem Magyarország, a magyar kormány, Orbán más gondol, mert Magyarországban én is beletartozom, és nem így gondolom. Ez lehet egy vitakérdés, de az egy förtelmes nagy hazugság, hogy azért, mert valakik azt gondolják, hogy a szerencsétlen ukránoknak, akiket ez az ócska gazember Putyin lerohant, elfoglalta az országuk 1/5-ét, meghalt több 10 000 ember Putyin miatt, nem az ukránok miatt, nem Zelenszkij miatt, Putyin miatt. Ezek után, ha valaki azt gondolja, hogy segíteni kell nekik minden eszközzel megakadályozni azt, hogy ez tovább folytatódjon, hogy megállítsák az orosz agresszort, ettől miért válik valaki háborúpártivá, odáig elmenve, hogy megfenyegetik azokat, akik emellett érvelnek, hogy ők, mint háborúpártiak, megsemmisítik őket. A szuverén és védelmi hatóság lényegében ezt csinál. Brüsszel fenyegetett meg minket, Téved Gábor. Brüsszel fenyegetett minket, hogy megkicsinálnak minket, nem a hatóságok. Az orosz dezinformációra. Tudomásom szerint tegnap kötött megállapodást a Magyar Televízió, a Magyar Királyi Televízió, a belarusz fehér orosz, abszolút orosz barát. Ott a keleti partnerségi ország az Uniónak, csak szólok. Egyszerűen elképesztő, és még egyszer mondom, belemegyünk ebbe az utcába, tehát én az a sajnálatos tény, hogy én szívesen vitatkozom veled azon, hogy kell-e segíteni a fegyverrel az ukránoknak, vagy nem. Ez egy értelmezhető vita. Az is értelmezhető vita, hogy Európa milyen irányba menjen. De azt állítani, hogy attól, mert valaki nem úgy gondolja, mint te vagy Orbán Viktor, vagy te és Orbán Viktor, vagy Orbán Viktor és te, ahogy tetszik, ettől valaki ócska háborúpárti lenne, ez egyszerűen vérlázító. Ez egy olyan állítás, ami lehetetlené teszi az értelmes vitát, mert én ezek alapján nem tudok vitatkozni veled, hogyha valaki azt állítja rólam, hogy mert én azt gondolom, hogy fegyverrel, erőforrásokkal segíteni kell az ukránoknak, hogy megállítsák az oroszokat, én ettől háborúpárti leszek, ez döbbenetes állítás. Ez egy szemeszedett hazugság. Én ezen mélységesen fel vagyok háborúban, elnézést. Az Európai Bizottság és annak jelentéstevője a szuverenitásvédelmi törvényt nagyjából ebbe a kategóriába kezeli, ahol ti vitatkoztatok most, hogy lehet, nem lehet, mit jelent és mivel fenyeget. És akkor itt van egy másik következmény, ennek az útnak, ennek a körútnak a következménye, hogy a soros elnökség
nem tudja Budapestre hívni a külügyminisztereket a külügyminiszteri tanácskozásra, mert nem hajlandók eljönni. Lehet mondani, hogy egymást uszítják Magyarország ellen, de végül is mégiscsak az történik, hogy nem Budapesten lesz a külügyminiszterek találkozója. Hát ez tényleg igaza van Szijjártó Péternek, hogy eléggé gyerekes, mert most már ott tartunk közben, volt még két kör, hogy a luxemburgi külügyminiszter, volt miniszterelnökük felvetette, hogy hát most oké, hogy Brüsszelbe összehívnak egy ülést, de mi akkor magyarok egy nappal később hívják össze, és akkor már nem lehet arra hivatkozni, hogy éppen Brüsszelben kell. Gyerekes az egész, mint mondtam, az uniónak kevés eszköze van arra, hogy ezt a békepárti alternatívát, amit Orbán Viktor megfogalmaz, és ami ugyanúgy, ahogy a migrációs alternatíva idővel többségi vélemény lesz Európában, úgy, ahogy a helyzet romlik, mert ha minél több fegyvert meg pénzt küldnek Ukrajnába, az ukránok szenvednek, nyilván Európa szenved, a harmadik világ szenved, ahol a háború miatt növekszik az élelmiszernek, az energiának az ára, mi is szenvedünk. Szóval egy dologra válasz, hogy kérlek, ha nem küld a világ fegyvert Ukrajnának, annak mi lesz a vége szerinted? Nem, le kell ülniük tárgyalni. Ezt én értem, de ugye azt mondja Orbán Viktor, aki fegyvert akar küldeni a háború pártjánál. De meghosszabbítja a háborút. Ha nem küld fegyvert Európa, vagy a világ, akkor mi történik? Már az oroszok Nem, a lényeg az, Orbán Viktor mégis arról szólt, hogy a világ meghatározó politikusainál ott volt, akik ebben a konfliktusban érdekeltek lettnek. A NATO-tól kezdve Erdoánon át egészen Putyinig, meg a kínaiakig. Azt ért el, három kérdést tett fel mindenhol. Egyrészt, hogy milyen feltételekkel hajlandóak fegyverszünetet kötni, ez már ugye lassítja a háborút. Kettő, a erre azt mondták, hogy semmilyen. Jó, mindegy, de az a lényeg, hogy de megkérdezte őket. Itt van egy kis ország, szerencsétlen, rosszul működő miniszterelnöke, egy ócska gazdaságpolitikával, egy reménytelen társadalompolitikával, sajnos ilyen sokat kell használnom, aki eljátsza ezt a szerepet, ezt az áruló szerepet, hogy ő itt végigszaladja. Hát ha ezt így meg lehetne oldani, gondolod, hogy nem oldották volna meg? De hát persze, hogy a kérdéseit. Hát egyáltalán nem tudja megoldani ezeket. Gondolod, hogy ezeket a kérdéseket nem tették fel a diplomáciai keretek között már százszor egymásnak azok, akiknek ez a dolguk. Orbán Viktornak nem ez a dolga. Gábor, Orbán a nyugati Viktor rendszeren belül tette föl ezt az alternatívát az asztalra, mert eddig csak a fegyverek, az unióban is, gondolod, a NATO-ban. Hogy a nyugati világban mindenki teljesen hülye? Tehát nem azt gondolják, mondom, azt, hogy minél előbb be kéne ezt fejezni, de nem lehet úgy befejezni, hogyha az ukránok nem segítünk. Ez még egyszer mondom, értelmes vita. Én nem mondom azt, hogy te háborúpárti vagy azért, vagy Orbán, mert ezt a marhaságot mondjátok, hogy hagyjuk szegény ukránokat. Azt mondom, hogy ezen érdemes és lehet vitatkozni. De ez az állítás, ez a háborúpárti hazugság odáig vezet, hogy mindenki más hülye, csak én vagyok nagyon okos, mármint hogy Orbán Viktor, ami teljesen abszurditás. Tehát miért feltételezettek a világról azt, az egész nyugati, nem csak nyugati egyébként világról, hogy teljesen megbalondult. Szóval mitől? Én most hadd vessek fel ennek kapcsán egy másik mondatot, ezt Orbán Balázs mondta, a miniszterelnök legközvetlenebb munkatársa, tusványosan éppen a mai napon, hogyha nem jönnek a külügyminiszterek, ők járnak rosszul, nem kapnak gulyást, meg fröccsöt. Elintézni annyival azt, hogy az Európai Unió külügyminiszterei nem hajlandók eljönni Budapestre a soros elnökséget ellátó magyar kormánnyal találkozni, ez szerintem így nem rendben. Egyébként a szövetségesek se jönnek, tehát nem csak ez a ugye 25 ország mondta, hogy nem jön, és ebben benne vannak például a hollandok, tehát itt nem csak arról van szó, hogy itt van ez a 12%-nyi nagyon jó barát, ezek se jönnek. Jó, de 10 ország meg nem akar Brüsszelbe elmenni, tehát ugyanezt mondhatnánk, csak ez nem jelenik meg annyira magyar sajtóban. Gábor, bocsáss meg egy mondat még. Igen. Hogyha most itt ülnénk 15 vagy 16-ban, ugyanígy érveltek a másik oldalon lévők, hogy a migránsokat be kell fogadni, milyen humanitárius szempont, és az Orbán megint szembe megy az autópályán, az összes szövetségesünk be akarja fogadni a migránsokat, és milyen szívtelenek vagyunk, hogy nem. Ugyanez az érvelés volt a migránsok kapcsán. Mi történt? Eltelt 8 év, 6 év, 7 év. Mi történt? Az európai közvélemény többségem ugyanazt gondolja, mint a magyarok, ugyanúgy kerítést építenek, ugyanolyan szabályokat fogadnak el, mint Magyarország, és az ukrán háborúban ugyanez várható. Hol építenek a nyugati szövetségesek kerítést? Hol építenek? Nem is tudnak, mert ott van Magyarország, ott van Románia. Gábor, jó, figyelj, hát a nyugati szövetségesekről beszélték, Káléban. Az osztrákok építenek szerinted, pedig nagyon szeretnének hozzáteszem, nagyon szeretnének, mert a fantasztikus, csodálatos magyar migráns ellenesség oda vezet, hogy tömegével mennek keresztül Magyarországon. Ha jól emlékszem, 1700 embercsempészt engedett. 2297 a mai nap, erről fogunk beszélgetni. Jó, de hogyha Káléban építenek a családot, annyira kerítést, Zoli, ha annyira próbálja Magyarország megóvni Európát a migrációtól, akkor miért engedi szabadon a már egyszer elfogott embercsempészeket, akiket ráadásul a magyar bíróság
hatóság emiatt el is ítélt. Ugye erről már volt egy kommunikáció korábban, amikor az első ilyen akció volt, egyrészt mert túltelítettek a börtönök, és emiatt az unió ellenünk kötelezettségszegés. Gyilkosokat is szabadon. Csak azért kérdezem, mert hát ha túltelítettek, akkor nem? De most nem, most mondta, hogy esetleg a gyerekbántalmazókat is. Nem, csak ha túltelítettek, azok nem bűnözők. Nem, azok nem bűnözők. Ezek bűnözők, el vannak ítélve jogszerűen, csak ezek külföldiek. Csak ezeket szabadon engedjük, hogy tudjanak hozni. Nem, úgynevezett reintegrációs őrizetbe helyezik őket, a saját országukban kell jelentkezniük, hogy ők fizessék az ki fogja ellenőrizni, hogy nem kell. A szomszéd a másik országnak. Nyilván. Tényleg. Hát ez a cél, de vagy ez a szám. Úgy mennek vissza, és ugyanúgy hozzák át az embercsempészek a Magyarországon keresztül. Hozzáteszem, hogy egyáltalán nem igaz az az állítás, hogy a migrációs politika, meg a Orbáni migrációs politika lenne elfogadott ma Európa, mert ez akkor tényszerűen melyik? Nem igaz. A migrációs politika Európában az, van egy közös megállapodás, csak a magyarok nem fogadták el, a közös megoldásban, ebben van egy megállapodás, egyrészt, másrészt pedig Európának szüksége van a migránsokra. Magyarországon 100 000-ével lesz szükség, és most is már sok 10 000-ével. Nem vendégmunkásokra, Gábor, meg összecsúszhatod. De hogy döntse el minden ország maga? Na ezt mondjuk mi is, hogy döntsük el mi, nem Brüsszel többségi szavazással döntse. Senki nem mondta, hogy Magyarország fogadjon be. Szerintem a jó estét kívánok, volt az utolsó, amiben együtt egyetértettetek, legalábbis azt remélem. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük.